Szép napot, Szatmári Nóra vagyok. Ez itt a 2024. július 8-ával induló hétre szóló cigánykártya üzenet. Nézzük, hogy milyen lapokat kapunk, mi az, ami egyébként segítheti az életünket, vagy éppen hátráltathat. Ugye például a múlt hetünk egyébként alapvetően nagyon jó energetikával, tehát remélem, hogy az idei, ez a hét is a lehető legjobb lesz számunkra, Remélem, hogy elégedettek leszek ti is. Én megpróbálom pozitívan tolmácsolni azt, amit kapunk. No, nézzük, hogy uh, mi az első lapunk. Ez pedig az ellenség. Na, jó, hogy behanangoztam, hogy milyen nagyszerű és felemelkedett időszakot várok, és kapunk egy ilyen ellenség lapot, de nem esünk kétségbe, nincs is miért, hadd mondjam azt, hogy gyakorlatilag ez a lap is sok szempontból kicsit túl van misztifikálva, és sok szempontból nagyobb mennyiségű rosszat vagy negatívumot szoktunk benne látni, mint ami benne van valójában. De maradjunk annyiban, hogy az ellenség lapja mindenképpen valamilyen hátráltató tényezőt hoz az életünkbe, lehet ugye azért ezzel együtt járva a harag, gyűlölet, frusztráció, irítség jellegű viselkedési formák. Amikor ugye könnyen lehet, hogy saját magunk ellenségei vagyunk, de lehet, hogy valaki másnak vagyunk az ellenségei, vagy éppen valaki ránk tekint úgy, hogy anélkül, hogy tudnánk, mi vagyunk az ő ellensége, vagy éppen féltékeny ránk. Nyilván ez alap azért semmiképpen sem egy pozitív hatású történet. Mindenképpen utalhat egy külső személyre, aki valamilyen formában azért megnehezítheti a dolgunkat, megkérdőjelezhet minket. Akinek az energiája, ha eljutnak hozzánk, az ugye nem feltétlenül örömteli. És azt mondhatom, hogy lehet, ez egy olyan típusú ember, aki valamilyen formában megkeseríti a mindennapjainkat. Egy biztos, azt ne felejtsétek el, hogy amikor érzékelitek azt, hogy kívül van valaki, aki árt nektek, aki nagyon komolyan megkérdőjelezi azt, hogy ki vagy te, kik vagytok ti, jó emberek vagytok-e az én szememben, azok vagytok, de lehet, hogy az ő szemében nem. Itt ugye az ellenség azt jelzi, hogy az egyetlen jó dolog, amit tehetsz, hogy kilépsz az ilyen típusú emberi kapcsolatból, jó messzire elfutsz, és nem hagyod, hogy az ő negatív energiája rajtad is eluralkodjék, mert hogy te magad is lehetsz ugye abban a helyzetben, amikor nagyon nehezen tudsz bárni a, a, az irítséggel, a gonoszkodással, vagy éppen a rossz indulattal, hiszen emberek vagyunk és gyarlók vagyunk, tehát fölmagasztalhatjuk magunkat, de azért szerintem mindannyiunkban ott vannak ezek a kevésbé felemelő ö, jelenségek is. De mit tehetünk? azt tehetjük, hogy a lehető legtöbbet próbáljuk kihozni abból a helyzetből, amikor érzékeljük ennek az ellenség élménynek a meglétét, és nem belállunk ebbe a szituációban, nem állunk bele a vitába, konfrontációba, vagy bizonygatásba, az igazunk bizonygatásába, hanem ténylegesen három lépést hátralépünk, és a lehető legjobban eltávolodunk ettől az adott embertől, aki ezt a fajta nagyon kellemetlen hatást próbálja ránk tukmálni, nem kell hagynunk, és szerintem az egyetlen igazán bölcs gondolat az, hogy mindegy, hogy hol van ez az ellenség energia, kilépjünk ebből a szituációból, és nem hagyjuk, hogy ugye ez a negatív energia eluralkodjék rajtunk, akár belülről érkezzék, és akarjon kijönni, ha akár pedig kívülről érkezik, és valaki ránk akarja ezt erőltetni. Nyilván azért azt elmondom, és pont azért mondom el, mert fontosnak tartom, hogy az ellenséglap nem jelent rosszat, hanem fel kell ismerni a helyzetet, hogy valami számunkra kényelmetlen, kellemetlen, nem örömteli. Ergó, ezen a hétfői napon, amikor ezt felfedezzük, akkor abból a szituációból gyor, extra gyorsan lépjünk ki, és akkor ugye nem okozhat nekünk sem ezen a napon, sem esetleg hosszú távon semmiféle problémát. Nézzük a második lapunkat, ez pedig a veszteség lapja. Hát most nyertem egyet, mert egy ellenség után egy vesztesség is megérkezett, ugye mindenképpen valamilyen elmenő energia. A veszteség lapja alapvetően azért, hogy elvitathatatlanul hozza magával a veszteség élményét, de a veszteség lap is sokszor túl van misztifikálva, egyszerűen csak arról van szó, hogy valami nem megy a tervek szerint. Kitaláltam valamit, megbeszéltünk valakivel valamit, és a dolog késik, nem érkezett meg valami, feltartanak engem abban, hogy haladjak előre, valami nincs a helyén, vagy éppen beakadt egy porszám a fogaskerékrendszerbe. Tehát ezen a keddi napon nem egyszer, hanem akár többször is érzékelhetjük azt, hogy hát itt most nem mennek úgy a dolgok, mint a karikacsapás. Ami viszont egészen bizonyos, hogy a veszteséget nem kell mindenképpen nagyon nagy veszteségként, vagy óriási anyagi erkölcsi kárként elszenvedni. Sokkal a inkább azt kell megnéznünk, hogy oké, okay, milyen helyzetben vagyunk, mi az, ami akadozik, mi az, ami nem működik. Én ilyenkor szoktam egyébként saját magamnak azt mondani, hogy jó, ezt most én felrakom a polcra, és majd hét múlva leveszem. És meg kell nézni, hogy a egy hét múlva az aktuális energiák segítik-e ezt a fajta állapotnak a végleges felszámolását, hiszen azért sokatoknak a veszteséglap szóra, és ugye a látványra mi jut eszetekbe, hogy ez egy anyagi veszteség. De tulajdonképpen nem, hiszen ez időbeli, erkölcsi, morális veszteség is lehet. Vagy ezen a napon lehet, hogy megmondják valakinek azt, hogy hát akkor most elengedünk ebből a munkából, felmondunk, vagy valaki ezen a napon kapja meg a készhez a valamilyen negatív, elutasító határozatot, ugye nagyon sokféle formában, nagyon sok végeredménye lehet ennek is, minden esetben azt nézzük, hogy ugye elmegy valami, de valahogy mindig jusson eszünk be, hogy ha elmegy valami, akkor az előbb-utóbb vissza is fog jönni. Ha viszont ugye, és a lényegi részre rátérve, mert hogy, ahogy említettem, sokatoknak eszébe jut ugye a veszteséggel kapcsolatban a pénz, mindig az jut eszembe, hogy a veszteséglappal ne költekezzetek feleslegesen. Mert ugye az adott pillanatban nem látjuk azt, hogy ú, lehet, hogy túlzásba estem, és lehet, hogy nem a legjobb dolgokra költöttem a pénzemet, utólag ezt már ugye visszavonni, visszairányítani nem lehet, és nem is célszerű, viszont azt mondom, hogy ha nem spontaneitással, ha nem uh, szimpla hirtelen jövő ösztönből döntünk az anyagiakkal kapcsolatban, akkor ugye nem érhet minket veszteség, tehát a tudatosság nagyon sokat segíthet egy ilyen szituációban. No, a harmadik lapunk, az az a szerdai napra érkező lap, az a halállapja. Hát most már nagyon remélem, hogy ez a halállap tulajdonképpen lezárja ezt a hétfő keddi folyamatot, ami azért a maga nemében nem túl felemelkedő és nem túl örömtelinek tűnik, ha másnap ugye már a színekből fakadóan sem feltétlenül azt látjuk, hogy hurrá, ez milyen nagyon jó. Egy biztos, továbbra is azt mondom, hogy ne riadozzatok, ne rémüldözzetek a halállaptól, mert a halállap alapvetően nem negatív, hanem hozza magával az elmúlás, a lezárásnak a ö, energetikáját, és ugye ebből fakadóan elvitathatatlanul megérkezik az a fajta életélmény, hogy oké, okay, oké, okay, oké, okay. Akkor ezt most valahogy elengedtük, hát akkor jöjjön helyette valami más, és valami új, valami merőben új történet. A halállap egyébként itt is, szerintem pontosan a hétfő és keddi nem feltétlenül felemelő energiákkal szemben egy újrakezdés lehetőségét hozza. Azaz, például aki dolgozik, és hétfőn, kedden szívta a fogát, mert nem ment a munkája, nem haladt, tudja, hogy szeretett volna, szerdán új életre kell. Ha valaki elmegy nyaralni, és mondjuk a hétfők nem a legszuperebből sikerül, mert valami nem úgy jön össze, nem akkor, nem ott, mi történik a halállappal? Oké, okay, szerdától, majd, hogy nem mondhatom azt, hogy minden rendben. Nyilván még nem látom a további lapokat, de legalábbis reménykedem abban, hogy, hogy minden rendben uh, tud kerülni. Egy biztos szerdán legyetek minden döntésetek esetében nagyon-nagyon-nagyon racionálisak, és ha ö, elengeditek a félelmeiteket, a kétségeiteket, nem azt keresitek, hogy Ja Istenem, mi nem működik, mi mehet tönkre, mit veszíthetek el, akkor tulajdonképpen önmagában is nagyon sok erőt és energiát ö, sporoltok meg magatoknak, és valamit el tudtok kezdeni, aminek majd mindjárt látjuk, hogy milyen típusú folyamodványa lesz a hét második felében. <laughs> hát... Ö, igen, most aztán már tényleg akarom a fejemet, és kicsit kinomban mosolygok, vagy hát egy tolvajlapot mondjuk így nem vártam volna csütörtökre, mert én annyira azt vártam, hogy szerdával elmennek ezek a nem felemelő hatások, de próbálom ezt is optimistán kezelni, és nagyon felemelően tekinteni erre a helyzetre. Mit mutat a tolvajlap? Nézzétek meg, hétfő, kedd, nyűgös, macerás, nem mennek a dolgok. Szerdán megérkezik a lezárás folyamata. Még azért csütörtökön nyuglődünk a hét első felével, de higgyétek el, hogyha szerdán még mindig marad megoldatlan ügy, kétséges ügy, az csütörtökre aztán tényleg elmegy, véget ér és lezáródik és ezek után tényleg őszintén csodálkoznék azon, ha a péntek, szombat, vasárnapi lapjaink negatívak lennének. Nyilván van még egy olyan lap, amire azt mondom, hogy hát most már nagyon remélem, hogy nem ide fog érkezni, és majd hetekkel később fogom újra kiúzni. Egy tuti biztos csütörtökön el kell engednünk valamit, ami nem halad előre, ami gátolja a fejlődésünket, és adott esetben ez egy ember is lehet, hiszen ugye ez megint csak nem szigorúan egy anyagi jellegű lap, hanem ugye lehet, hogy valaki rabolja az időnket, lehet, hogy kért tőlünk mondjuk egy olyan ajánlatot, ami órákig vagy napokig dolgozunk, és ezen a napon kiderül, hogy teljesen feleslegesen öltük bele az időt, és ugye nyilván ennek nagyon sokféle szimbolika megjelenése van. Egy tuti biztos, a csütörtöki napunk nem feltétlenül lesz hasznos és felemelkedő, úgyhogy csak nagyon remélem azt, hogy amennyire ez a csütörtöki nap nem tűnik felemelkedőnek, a péntekre most már kapunk valami nagyon felemelő és nagyon örömteli lapot. Nézzük meg! Na, halleluja! Ezt most direkt föl is emelem, hogy még véletlenül se lefele menjen egy kicsit továbbra is ez a hullámvasút, hanem akkor itt most hirtelenjében felemelkedetté váljon a szellemünk, a testünk és a lelkünk, megérkezett a házasságlapja péntekre. Nos, szóval mindaz, ami zűrös, macerás és lezáratlan volt a hét első, nagyobb felében, főleg azoknak, akik itt dolgoznak, el vannak kötelezve feladataik vannak, péntekre rátalálunk a nyugalomra, rátalálunk arra, hogy hogy te jó ég otthon vagyunk, hogy minden rendben van, hogy örömtelien vagyunk, hogy, hogy te jó ég végre megmutatkozik az a fajta életélmény, hogy amiért dolgoztunk, még ha macerás is volt, nyűgös is volt, akadályokkal is volt tele ez a négy nap, pénteken meglátjuk, hogy hogyan tud ez nekünk nagyon szépen megmutatkozni kiteljesedni, felemelkedni, és az biztos, hogy valamilyen formában az örömmel, az elégedettséggel összetudunk végre találkozni, és innentől össze összetudunk tartozni. Ugye nyilván persze természetesen ez a lap jelenteti két ember valamiféle, rokoni, üzleti, szerelmi, baráti jellegű összefonódását, de alapvetően jelentheti azt, hogy mi magunk ugye az örömmel, a boldogsággal, a tartósággal, az állandósággal pecsételjük meg a sorsunkat, legalábbis egy időre, egészen bizonyosan. Ha valaki egyébként ezen a napon szerződést ír alá, elköteleződik, igent mond egy új állásra, biztos, hogy nagyon-nagyon jó döntést fog hozni, és egy Pillanatig sem kételkedek abban, hogy a jó döntés mellett gyakorlatilag ott van a, az a fajta életélmény, hogy, hogy nem tudok hibázni. Tehát pénteken bármilyen válaszút elé sodorjon titeket, vagy engem a sors, nem fogunk tudni hibázni, csak jó döntéseket fogunk tudni hozni. Jó, ö, még mindig van egy szerencsétlenség lapunk a pakliban, azért ide még kihúztam a hamisság lapot, ezt most nagyon rövidre zárom, nem akarom tovább fokozni a hamisság, ellenség, vesztesség, halál, tolvaj lapokat, úgyhogy itt a hamisság lapot extra rövidre zárom. Azt mondom, hogy szombaton előfordulhat, hogy valami nem lesz kerek, valami nem lesz a helyén, vagy valaki képmutató módon viselkedik velünk, kellemetlenséget okoz nekünk, megígér valamit és nem teljesíti, vagy mondjuk plegykár rólunk, de tudjátok mit? Szerintem az egyetlen jó dolog egy ilyen helyzetben ugyanaz, amit egyébként az ellenség lapján el elmondtam, hogy álljunk fel az adott helyzetből, és menjünk jó messzire, vegyük fel a nyúlcipőt, felejtsük el azt, hogy most nekiállunk bárkivel vitatkozni, és bárkivel vagy bárkinek az igazunkat szajkózni, hiszen nyilván egy hamisságlap mellett nem fogja megérteni a problémánkat, vagy, a, vagy azt, hogy ez nekünk nem, eszi, nem esik jól. Um, ne hagyjuk azt, hogy őszintétlen legyen bárki velünk, vagy a környezetünkből, bárkit sérelem érjem, tehát hogy látjuk azt, hogy valakivel kapcsolatban történik meg ez az állapot, és mondjuk minket nem is érint, nyugodtan álljunk ki az érintett, sértett fél mellett, ha, mert ha már legalább nem minket érint, akkor legalább mentsük meg valakinek a lelki békéjét, Engedjétek el aztnak a tényleg a lehetőségét és körülményeit, hogy di, igazat akarjatok bizonygatni. Egy olyan emberrel szemben, vagy olyan társasággal szemben, ahol a hamisság önmagában egy élő, létező érzelmi megnyilvánulás, ott ne akarjatok bizonygatni semmit. Engedjétek el, felejtsük el, menjünk ki abból a társaságból, abból a körülményből, abból az élethelyzetből, ahol ez van. Zárjuk be a füleinket, csukjuk be a szemeinket, menjünk arrébb, és próbálkozunk máshol, próbálkozunk máshol, ahol esetleg nincs jelen a hamisság, mint egy ilyen becsapás, átverés, félrevezetés, félrebeszélés típusú energia. Most nyelek egy nagyot, én nagyon-nagyon szeretném, hogy ez a lap még véletlenül se a szerencsétlenség lapja legyen, mert annyira sötét volt ez a hét, hogy már ez kezd nekem is fájni. Én most egy jó lapot kívánok mindannyiunknak vasárnapra, és remélem, hogy ez így is lesz. Na, halleluja! Gondolat. Azt tudom mondani, és most megint tényleg mosolyjal a számon mondom el a véleményemet és gondolataimat, igen, itt van egy olyan hét, amikor mindenféle nyűgök körbe fognak ölelni minket, nem fogják megkönnyíteni a dolgunkat, és bár pénteken azt gondoljuk, hogy és akkor most már túl vagyunk a nehezén, kiderül, hogy szombaton mégsem, se baj. Nézzétek meg a vasárnapot! Béke, csend, nyugalom, abszolút tegyük le a voksunkat amellett, hogy ne, nem menjünk társaságban, nem kell túl sokat beszélni, inkább bélyedjünk bele a gondolatainkba, és mit csináljunk vasárnap? Ebben a csendes, gondolatokkal teli ötletelős periódusban tervezzük meg a jövő hetünket. Azt a jövő hetet, amit ugye még nem látunk, de hogy ilyen lapokat nem fogunk húzni, ezt, én lemeditálom, és, és megkérem az égieket, hogy ettől a jövőben minket maradéktalanul kíméljenek meg, mert ez, ez nekünk nem tetszik, nem örömteli, nem felemelő. Szóval tervezzük meg a majd a 15-ével kezdődő ö, időszakunkat, és higgyétek el, hogy amikor ez megérkezik, ez a 15 hét, és fölkészülünk rá már 14-én, és ügyesen okosan fölkészülünk, akkor eleve a 15 hét egy nagyon felmagasztaló, nagyon örömteli periódust is hozhat nekünk. Ahogy mondtam, megígérem nektek, hogy ilyen lapok 15-ével kezdődő hétre nem érkezhetnek. Úgyhogy engedjük ezt el, ha viszont személyes tanácsadásra szeretnél jönni, vagy online formában, akkor elérsz a plusz 3673 1161 25-ös számon. Jelenleg még egy darabig hajdúszobosztón leszek, ott személyesen is tudtok jönni, illetve tudtok csatlakozni a csatornatagságomhoz. Legyen szép napotok és szép hetetek!